Az élet bizonyos területein kimagaslóan teljesítenek. Van, akinek a munkája a szenvedélye, és van, aki szenvedélyesen hódol hobbiának, ami mégis közös bennük, hogy valamennyien hódmezővásárhelyek. Köszöntöm a Kultikum nézőit! A mostani kulturális magazinban górcső alá vesszük a Körúti Színházzal hódmezővásárhelyre hazatérő Pikali Gerdát, majd a kávét nem csak fogyasztó, de vele alkotó Prém Szabolcsot is, valamint megismerhetik a hagyományos kézműves technikákat művelő Csintalan Mónikát is. Tartsanak velünk! Domján Edit legendás alakításával tért vissza Pikali Gerda arra a színpadra, ahol minden elkezdődött számára. A vásárhelyről elszármazott színésznő a Bolond Lány című krimi vígjáték címszerepével örvendeztette meg a vásárhelyi közönséget a Besenyei Ferenc Művelődési Központban. Ami miatt külön izgalmas volt az előadás, hogy a Körúti Színház igazgatója kifejezetten Gerdára szabta a női karaktert. Egy gazdag francia bankár sofőrjét meggyilkolták, és a tett elkövetésével a cselédet vádolják, aki küzd az életéért, az igazságért és szerelméért. A nézők a kihallgatás kellős közepébe csöppenhettek a Besenyei Ferenc Művelődési Központban, ahol a Körúti Színház vendégjátékában a Bolond Lány című előadás elevenedett meg. A bolondsága a szabadságában van, hogy mindenki ugye törvények meg rendszabályok szerint él, de ő pont hogy nem, ő kimondja, amit gondol. Ő úgy csinál mindent, ahogy érez, és nem tart be semmit. Tehát, hogy megvan a magához való esze, de szabad, és egyáltalán nem bolond. Tehát, hogy pont az derül ki róla, hogy nem az. Csak az érzéseiben, a világában szabad. Tehát egy kicsit ez így össze van keverve, ahogy abban a világban azt mondták, hogy bolond, ha valaki egy kicsit másmilyen, és nem tartja be a szabályokat. Ő egyáltalán tartja be a szabályokat. Ő úgy csinálja a dolgait, ahogy neki jól esik. Szabad. Verte magát? Csak szerelemből. Szerelemből verte? Hát, megesett. De hát ez a spanyoloknak a vérükbe van. A szavarukat is verik. Pedig egy szavár mégiscsak más, mint egy nővel, mint De tavaly szeptemberben az egyik tanúk ütésekről már kérte felfedezni a karját és az arcát. Ezt a trafikos nő mondta? Igen. Ezek minek köti rá az orrát mindenbe? De hiszen a maga érdekében mondta. Született a fiaid, alig voltam el. Én is nagyon hasonló típus vagyok, egy ilyen szabad, és hát azt mondom, hogy ebben nagyon-nagyon meg lehet futni a köreimet, meg lehet mutatni, hogy mit tudok, egy nagy amplitúdon mozdulok, egyik pillanatban fönt, a másikban lent, tehát hogy tényleg itt meg lehet mutatni, hogy mit tud az ember, én nagyon-nagyon szeretem. És ma este, ma már börtönben lesz. Minden van, hogy egy hosszú időre. Nem akarok börtönben, ne csukjon! Nem, higgy el, hogy nem értettem, hanem értettem volna, higgy el már nekem! Galambos Zoli a rendező, a színház igazgatója, teljesen rám szabta ezt az előadást. Tehát nagyon ismer engem, és azt a humort, ami ő maga is, meg én is, azt így nagyon bele tudtuk keverni. És ugye ez még Domján Edit nagy szerepe volt, úgyhogy volt egy időszakom, amíg ez a fiatal lány időszakom, hogy végigjátszhattam például a Madách Színházban is az ő szerepeit. Tehát, hogy újra elővették utána. Tehát mindig mondtam, hogy miért ezt vették elő, mert ez nem volt kinek elővenni. Tehát Domján Edit után én jöttem a sorba, és ez egy csodálatos érzés, és ez is, hogy ezt a szerepet eljátszhattam, hogy gondolt valaki rám, hogy ez pont ő. Hiteles játékát szülővárosában is megcsillogtatta, azon a színpadon, ahonnan elindult karrierje. Már Szegednél dobog a szívem, Algyuné már szerintem itt a torkomban van, és aztán már a Népkert megállónál már majdnem folynak a könnyeim, és aztán utána már minden tolul föl, úgyhogy én ugyanaz vagyok, most teljesen mindegy, hogy most hol élek, mit csinálok, de ugyanaz a kislány vagyok, aki itt fölnőtt, és nagyon büszke vagyok, hogy innen indultam el, és ezt így próbálom azt hangoztatni, de hogy én ezt úgy büszkén vállalom is az én köreimben, és jó ezt tudni, hogy innen indult minden. Szóval ez egy egészen más érzés, itthon játszani, itt minden innen indult. Hát bejöttem a színpadra, és hát megsimogattam. Ezt tudom, hogy ilyen kicsit ilyen forrának tűnik, de hát itt álltam először színpadra. Innen indult az egész, és végül is a szenvedélyem és a hivatásom már vált.
Tehát egy olyan dolgot találtam meg, amitől teljes életet élek. Hogy csináltak egy olyan dolgot, amit szeretek, és amiben tudok lubickolni, amiben rengeteg sikerem van, és nagyon sok díjat bezsebelek. Ha nem lettem volna itt, nem lettek volna olyan tanáraim, nem lettek volna olyan barátaim, szüleim, rokonaim, szomszédaim, mert itt ez minden részlet fontos, akkor nem tartanék ott. Nyilván kell egy szorgalom hozzá, egy alázat, mert anélkül semmi nincs. Rengeteg tanulás és nem a családunkkal töltött idő, de ez egy hivatás, tehát erre az ember születik. És valószínűleg egy kiválasztottá lettem, és jó dolog innen elkerülni, és vállalni azt, hogy meg képviselni azt, hogy én innen jöttem. Büszke vagyok. Tudja, mit elmutatom? Most hova megy? Nyugi, nem megyek el. A tejjel ízesített kávéra esküszik, ám ha ecsetet ragad, akkor szigorúan csak a fekete jöhet szóba Prém Szabolcsnál. A vásárhelyi férfi, ha nem éppen házakat tervez, akkor eszpresszó felhasználásával a századforduló hangulatát idéző képeket fest. Hogy lett ez ilyen sötétebb, mondjuk a garbó, mint a szoknya vagy a lába bőrnek? Hát gyakorlatilag ugye az alap kávészín, amit elsőre mondjuk fölhordal az ember, az körülbelül ez az árnyalat. Tehát ahhoz, hogy ebből ilyen sötét legyen, ez gyakorlatilag több rétegnyi kávé réteget jelent, és azáltal, hogy mennyi réteg kávét viszek föl, azáltal tudok végül is igazából sötétebb szint létrehozni. Egy olyan ember számára, aki nem csak fogyasztja a kávét, hanem alkot is vele, annak tulajdonképpen mit jelent az, hogy kávézás és kávé? Hát sokáig nekem is csak ugye a pohárban volt a kávé. Egy jó pár évvel ezelőtt láttam pár olyan művészi alkotást, amit kávéval csináltak. Megmondom őszintén, gyerekkoromban festettem utoljára, és végülis odáig jutott, hogy vettem egy ecsetet, papírlapot, megpróbáltam egyáltalán, hogy működik a papíron a kávé, az otthon mindig van, és akkor gyakorlatilag ebből az lett, hogy eljutottunk 5 évvel később egy olyan szintre, amit most esetleg már lehet látni. Az első képek még igencsak kezdetlegesek voltak, de a hosszú-hosszú évek során gyakorlatilag mindig, amit újat és újat csináltam, újabb és újabb tapasztalatok voltak, hogyan mozog a kávé a papíron, egyáltalán mi mindent lehet bele csinálni. Hogyan viselkedik a kávé, hogyha ecsetbe mártod? Hát a technika az gyakorlatilag egy akvarell technika. Tehát papírra, vizes bázisú anyagot dolgozok rá. Az érdekesség az, hogy ugye egyfajta szín, tehát a barna, és ugye tehát egy monokróm szín, nem fekete-fehér, hanem barna, és annak az árnyalatai. Igazából, hogyha összehasonlítanám mondjuk, mert utána már kipróbáltam akvarell technikát is, ahhoz képest másképp. Tehát az, hogy a színeket sötétíteni lehessen, az több-több réteg. Tehát nem az, hogy most esetleg kicsit több feketét, vagy mármilyen másik színt keverek bele, több rétegbe kell például fölhordani, hogy egyáltalán egy sötétebb szín kialakuljon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk megszáll az ihlet, és akkor több liternyi kávét le kell főzni? Nem. Egy-egy kép eltarthat akár több hétig is, mire elkészül. Igazából a fölvázolás az alap, tehát hogy egyáltalán mit szeretnék. Utána elkezdem szépen fölépíteni, és negyed óra, 10 percnél többet úgyse tudok vele dolgozni, mert száradnia kell a kávénak. És miután megszáradt, pihen, tehát egyszerűen szimultán 5-6-ot is csinálok, mert úgy van értelme, hogy amit lefőzök kávén, az ugye az előbb-utóbb az tönkre megy. És azért, hogy azt ne menjen tönkre, tehát hogy folyamatosan tudjak, mindig 5-6 képet csinálok egyszerre, és akkor szép lassan így gyakorlatilag valamikor egy hónap alatt készül el, vagy akár fél évig egy-egy kép. Schatzberg kb. Mondjuk egy kép elkészítésénél, mondjuk mennyi az alapanyag, a kávé alapanyag? Szerintem többet iszunk meg reggelente. Igen, igazából nem tudtam még behatárolni, megmondom őszintén, de szerintem nem több, mint egy eszpresszó. Ez a barnás színvilág, ez mennyire határozza meg a témáidat? Tehát ehhez választasz témát? Eleinte igen.
De hát eleinte, mert ugye van neki egy ilyen szepia hatása. És a szepia hatása az inkább ugye az a 100 évvel ezelőtti korabeli fényképeknek a hatását adja vissza, és eleinte olyan képeket is kezdtem el csinálni, századfordulós ruhás hölgyeket, meg kalapos, nagy kalapos hölgyeket, és gyakorlatilag aztán utána megjött már sorba az összes többi, de általában először mindig, mert ugye a technikával már meg lehet azt oldani, hogy egy-egy képet, hogyha ami ihletet ad, az egyáltalán hogy nézne ki. Tehát meg lehet azt oldani számítógépen. A lényeg az az, hogy ha nem mutat jól, akkor nem is kezdek hozzá. Vagy még esetleg gondolkodok rajta, hogy mit lehetne belőle kihozni. Tehát például ugye mondjuk, ha ezt a két képet nézzük, ez ugye nem az akkor, amit ugye korábban tükröz. Zöld ez a fénykép technika, de végülis még szerintem tud rajta működni ugyanígy az új képekkel is. És ahogy így végignéztünk az alkotásokon, hát azért javarészt hölgyek vannak itt középpontban. Igen, hát 95% fölött az arány, ami inkább a hölgyeket illeti. Van egy-kettő olyan kép, amin vannak természetesen férfiak is. Nem tudom, igazából erről még nem gondoltam, de talán azért, mert őket jobban szeretem festeni, azért festek inkább több hölgyet. De vannak házak, épületek, hajók, például az is van. Ami éppen megfog. Nem biztos, hogy tökéletes kép lesz mindegyik, nem is mindegyiket állítottam ki, most olyan 450 kép fölött járok. Építészmérnök az eredeti szakmád, ebben dolgozol, közben alkotsz, de ilyen sokoldalú embernek, mint te vagy, te mondjuk milyen kávét részesítesz előnyben a mindennapokban? Mondjuk hogy indul egy napod? Espresszó, hosszú kávé, cappuccino, latte, te mire esküszöl? Hát, hogy a kalambót idézzem, gyakorlatilag amíg nem iszok meg egy kávét, járni tudok, de még nem vagyok ébren, úgyhogy én is azzal kezdem a napomat, hogy lefőzök egy kávét, és utána próbálom összeszedni magamat, és akkor hát még olyan 10 óra fele még egy kávé lesz, általában én egyébként töményen nem szoktam inni, hanem inkább a teljes verziót szeretem, de hát nagyon sokfajta kávé van, amit meg lehet inni magába, maguk a kávék. Már egyébként az elmúlt időszakban ezzel is elkezdtem kicsit foglalkozni, főleg úgy, hogy baristákkal beszéltem. Hát függetlenül attól, hogy van kétfajta kávé cserje, de nem mindegy, hogy a világból honnan származik, milyen pörkölése van, azoknak az aránya mennyire van összekeverve, és ezekből mindig más és másfajta ízon. Mert nekem is van egyfajta ízlésvilágom. Van olyan kávé természetesen, amit meg lehet inni tej nélkül számomra, de minden ember más és más. Úgyhogy nekem például ez jön be, másnak más. A banki szektorból érkező Csintalan Mónika három gyermek édesanyjaként visszanyúlt a hagyományos kézműves technikákhoz, és megvalósította önmagát. Keze nyomát dicsérik, fülbevalók, nyakláncok, karkötők, táskák és egyéb tárolók, valamennyi újrahasznosított anyagból. A vásárhelyi alkotó ízléses kiegészítőivel most először lépett a nagy közönség elé. Készül és miből? Ez most például egy babogarású nyaklánc lesz, ugye ezzel nem is kerül mágnes kapocs, ez lesz már a megkötő része. Ez sima rövid pálcákkal haladok végig, és egy ilyen kis hengerszerűt fogok végig forgolni. Neked mi a civil foglalkozásod?
Civil foglalkozásom édesanyja vagyok. A legkisebb gyerkőcöm még 2 éves, így otthon vagyok vele. Egyébként banki dolgozóként dolgoztam korábban, de ez még 8 évvel ezelőtt lezárult. Azért ez egy nagyon távol lévő 2 dolog, már most a banki szektorra gondolok, és az alkotó kézműves munkára. Tanulni viszont tanítónak tanultam annak idején, elég messze esik, igen. Abszolút mindig éreztem magamban, hogy valami kézműves dolgot szeretnék csinálni, és valahogy 2 évvel ezelőtt jött el az az ötlet, amikben megtaláltam igazán magam, és ez a horgolás és a makramé. Mennyi idő kellett, hogy ez ilyen rutinossá tudjon válni? Hát ezért kellett. 2 éve vettem a kezembe. Hát folyamatosan tanul az ember, folyamatosan egyre inkább fejlődik. Nem hiszem, hogy van vége, tehát a fejlődés, főleg az alkotásokban azért folyamatos, és ez is egy ilyen dolog, amiben mindig lehet újat tanulni. Magát a horgolást még általános iskola technika óráján tanultam, és néhány évvel ezelőtt, egész pontosan 2 évvel ezelőtt került újra a kezembe a horgolótű, és a BFMK vezetője, Anikó, keresett meg azzal, hogy mutassuk be a termékeket, mert hogy nagyon szereti őket, és így jött az ötlet, hogy akkor hát legyen kiállítás belőle. 2 évvel ezelőtt mi történt, hogy újra a kezedbe vetted? 3 gyerek édesanyjaként nem tudtam igazából ékszereket hordani, és aki ismer, az tudja, hogy én nagyon ékszeres vagyok, nagyon szeretem a kiegészítőket. Szerintem egy szettet nagyon fel tudja dobni, akárha egy farmer póló, az is nagyon jól tud mutatni egy nagyobb ékszerrel. És mivel gyerekek voltak a kezemben folyamatosan, hogy emelgettem, kezemben volt, folyton kitépték volna, leszakadt, veszélyes, bekapta volna, és ezt a veszélyforrás megszüntetve gondoltam, hogy kellene olyan ékszert készíteni, amit nyugodtan hordhatok akkor is, hogyha kisgyerekem van. És így jött az, hogy elkezdtem a bababarát részleget készíteni, ami abszolút fémmentes, tehát fémérzékenyek is tudják hordani, és nagyon sokszor jól jött, hogyha ügyintézésre került a sor, akkor csak levettem mondjuk a nyakamból, odaadtam a gyereknek, és akár csúcsaként, gyerekcsúcsaként is funkcionálhat, mosható, tehát nyilván, hogyha a gyerek a szájába veszi, utána már kevésbé tesszük a nyakunkba, de kimosható 30 fokon, és így tovább használható nyakláncként is. Akkor több funkciós tulajdonképpen, tehát akár gyerekjátékként is bevethető? Abszolút, ez volt a lényege, igen, hogy egy anyuka, akinek nyilván első a gyerek, attól még tudjon csinos anyuka lenni, hogy, és a gyereket is közben le tudja foglalni. Na de milyen anyaghoz nyúlsz egyébként? Tehát, hogy mi a kritérium, aminek meg kell felelnie? Pont emiatt a 100% újrahasznosított pamutfonal az, amivel dolgozom. Egyrészt fontos volt számomra az újrahasznosítás, ugye manapság azt hiszem, hogy ez elég fontos cél. Másik pedig, hogy ezáltal a gyerekeknek sem irritáló anyagot használok, tehát nyugodtan használhatják ők is. A horgolás és a kötésben természetesen van hasonlóság is, de azért ugye a horgolótű az 1 tűből áll, a horgolás, illetve a kötés az 2 tű. Próbálkozom a kötéssel is, de a horgolás a szerelem. Maga a horgolásnál nyilván inkább a táskáknál jön ki. Ugye rövid pálca, tehát sokféle technikája van valóban. Ez már abszolút a játékosságon múlik, hogy egy táskának melyik fazonnak melyik áll jól, melyiknek milyen tartása kell, hogy legyen. Tehát vannak olyan típusok, aminek jó, hogyha merev a fala. Nyilván egy sűrűbb típusú horgolás szükséges hozzá. Vannak azok, ami mondjuk egy nagyobb bevásárlótáska, ott lényegesebb, hogy egy kicsit lazább, könnyedebb legyen, tudjon engedni az anyag. Ahogy elkezdtem az ékszereket készíteni, ugye bennem is dominált az, hogy még újat és újat tanulni, és így jutottam el a táskákig, aztán szőnyeg, most már ilyen tárolókat, kisebb tárolókat, bár ide a kiállításra csak ezt a 2 kisebbet hoztam, de ettől több forma és nagyobb, több méret is lehetséges. Csak a képzelet szabhat ennek határt? Azt hiszem, hogy igen. Makramé egy csomózási technika, amit egészen magas szinten lehet bonyolítani, és vannak az alapszintű csomózási technikák is. Ékszernél érdemes nem túl bonyolítani, a fali szőnyegeknél biztos már látták, vagy nagyon régről emlékezhetnek az emberek, hogy virágtartó makraméból készült, amikor lóg
ugye a virág állvány is abban van bele téve a cserép, az is makraméval készül. Tehát a makramének nagyon sok lehetősége van. Nyilván ékszereknél inkább az egyszerűbb formát érdemes használni. De amit az előbb említettél, az mondjuk így a főleg a, nem tudom, 80-as, 90-es években dívott, akkor ez azt jelenti, hogy fel lehetett fedezni ezt a technikát? Úgy gondolom, hogy igen, és a horgolás is ide tartozik, most fénykorát éri ismét. Sokan azt hiszik, hogy vagy úgy él a képzeletükben a horgolás, a kötés, a makramé, nagymamáink kézművessége, és egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a fiatalabbak is, a fiatalság, a középkorú, akár már a gyerekeim is szívesen bekapcsolódnak ebbe a munkába, aminek én nagyon örülök. Nagyon ügyesek is benne, és remélem, hogy nagyon-nagyon sokan fiatalon is mernek ilyesmihez nyúlni. Nagyon-nagyon színesek a dolgaid. Van egyébként kedvenc színárnyalatod, vagy színeid, amikkel nagyon-nagyon szeretsz dolgozni? Mindig van egy aktuális kedvenc. Sokszor pont az, amit éppen horgolok, és aztán mindig jön egy új kedvenc. De nagyon szerettem, azon az asztalon majd meg tudjátok tekinteni, a natúr szín. Nagyon jól lehet vele játszani. Nagyon jól mutat, nyilván egy őszi idő vagy téli időszakban kevésbé használják az emberek, inkább akkor a sötét színekre van igény, de a világos szín nagyon jól tud mutatni, és minden öltözékhez jól mutat. Mennyire figyeled a trendeket, hogy mik mondjuk a színekbe a trendek, és mennyire szeretsz ezen átugrani, és azt mondani, hogy te megcsináld azt, ami igazából neked tetszik? Hajlamos vagyok nem figyelembe venni az aktuális trendet, már sokszor ugye az igény az, ami dominál, tehát hogy kinek mi tetszik, és miért szeretne magának. Én nagyon szeretem az extra összeállításokat, tehát amikor olyan elvileg össze nem illő színeket teszek össze, amit mondjuk másnak eszébe nem jutna, és utána nagyon jól tud működni együtt a kettő, akár egy táskán, akár egy ékszerkiegészítőn. Itt inkább próbáltam azért egy naturabb színösszeállítást hozni, jobban befogadók az ilyesmire az emberek, de mindig van egy-két olyan emberke, aki szívesen vállal be mondjuk extrémebb összeállításokat. Például én nagyon nagy kedvencem a királykék a pirossal. Nagyon jól tud mutatni, sokaknak mondjuk nem jutna eszébe, de nagyon jól mutat együtt. Ami mellett nem mehetünk el, hogy jött létre a név, a nagyon, nagyon hangzatos név. A név a sajátom, férjem szólít így momsziként, és ebből jött a... hogy akkor legyen ez a név. A kicsi szójátékkal a két M betű azért lett nagy, mert ugye az anyuka létre, három gyerek édesanyjaként kicsit erre próbáltunk rámutatni, hogy anyukaként is lehet alkotni, és mást is csinálni, nem csak az anyuka létben lenni. Önök a Vásárhelyi Televízió Kultikum című kulturális magazinját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Legközelebb is számítunk Önökre. Viszontlátásra!